Tehát a memónak gyakorlatilag a, a legfontosabb mondani valója az az, hogy hogyan lesz jobb hely Magyarország. És bárhogy is nézzük, hogy az oktatást, az egészségügyet és a gazdaságot hogyan lehet rendben csak úgy, hogyha egyébként több pénze lesz egy országnak. Mindegyik politikai párt abból él, hogy politikai párt. De a nem ebből él, tehát mi ebbe hozzunk. Az egyelőli párt vagyunk, aki nem közpénzt visz, hanem hoz pénzt. Jó napot kívánok, ez itt a Magyar Közöny, ma pedig a vendégem nem más, mint Huszár Viktor. Szia, üdvözöllek a Memo elnöke. Szia, sziasztok. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Hát közelegnek az LP választások, ugye június 9-e. Hogy álltok a listával? Még nem publikus a lista, de talán annyit elárulhatok, hogy mint a Memo elnöke, én leszek a lista vezető. És egyébként annyi kritériumunk volt a lista kapcsolatosan, hogy Nemzetközi kapcsolatokkal, nyelveket beszélve olyan embereket küldjünk Európába, akik tényleg Magyarországnak megoldást jelenthetnek. Én azt gondolom, hogyha a, a, a többieknek is ez lenne a követendő példa, de magunkra koncentrálva, magunkra fókuszálva, egy erős ötös listával tervezünk jönni, ami nekünk fontos és erős. Rengeteg kritika éri, ugye leginkább kormány oldalról ma az Uniót. Ti milyen Európát képzeltek el így jól, ahogy van? Vagy inkább, inkább valami, valamilyen lazább szerkezetű, összetételű Uniót? Ugye mi a célja az Európai Uniónak? Tehát én azt gondolom, hogy hogy azzal egyet kell értenünk, hogy a magyar identitás, a magyar nyelv, a magyar kultúra mennyire fontos, ez a megoldás mozgalomnak is ugyanannyira fontos, mint bármelyik jóérzelmű magyarnak. De az EU-nak az volt a célja, hogy olyan, olyan úttörő, kreatív, európai megoldások legyenek, amik mint egy közös közösség, a sokszínűségből adódóan, viszont felveti a világpólusokkal a versenyt. Tehát amikor Kína, Egyesült Államok és ilyen szuperhatalmak jöttek létre, akkor ez az Egyesült Európa, ez egy jó gondolat. Az egy másik kérdés, hogy, hogy most milyen olyan pártok vannak és milyen irányzatok vannak az EU-n belül. Nyilván mi is megvizsgáltuk, meg megvizsgáljuk, hogy például hova lehetne csatlakozni. Tehát ha megnézem mondjuk egy, egy néppártot, ami egy jobb-közép gondolatú egyesülés, de annak is van szerintem 39 országból vagy 79 tagja. Tehát a sokszínűség, Abból, hogyha ügyek mentén politizálva kiveszed azt, ami az erőssége, akkor egy erős Európa igenis hozhat a közösség tagjainak és Magyarországnak is. Az, hogy mellette mi magyarok vagyunk, és megvan tényleg a magyar identitásunk, az viszont ugyanolyan fontos, mert, mert az viszont nem működne, hogyha mindenki egyre közelebb kerülve identitását elvesztve adna a közösbe. Akkor az az erő, ami miatt tétőt az EU, az el is veszne. Hát a magyarok, a magyar leleményesség az mást fog hozni, mint mondjuk a német precizitás. Hát a magyar leleményességet, hogyha csak az uniós támogatásokat nézzük, azért látjuk, hogy tudom én tónélküli, vagy víznélküli ha, mit tudom, csónakázótó, akkor nem tudom, volt még ezer ilyen példa, amit mondjuk, ha másnap, akkor hadháziálkos munkássága kapcsán láthatunk, hogy mibe fektette a magyar kormány vagy a magyar állam ezeket a borzalmas mennyiségű támogatásokat, amiket kaptunk? Igen, és sajnos, hogy a magyar elemény <laughs> tehát sajnálom, hogy a magyar eleményességről neked ezek jutnak esz eszedbe. Tehet róla a magyar társadalom, hogy ez így alakult, tehet róla a, a, az összes olyan ellenőrző szerv, meg tehet róla, és talán a legnagyobb felelőssége ebben azoknak a politikai vezetőknek van, akik egyébként úgy tűnik nem példát mutatva vezették az elmúlt, nem 12 évben, az elmúlt 30 évben Magyarországot, hogy kb. az, hogy ügyeskedve szerzel gyorsan vagyont, ez így rendben van, és ezért mindenki így ebbe okoskodik. Ez a magyar okoskodás leleményeség. Én az eredeti szóra gondolok, amikor Karikó Katalinok, amikor Krauszok Nobel-díjakat hoznak, amikor a világ szinten tudunk magyarok bíróként tollat, irinyiként gyufát, rubikként kockát, és még sorolhatnám, vagy Gábor Dinesként hologramot, vagy akár Szent Györgyiként c amit c mint adni a világnak. Ezek gazdaságilag is értelmezhető dolgok lennének, és ezért kellene a magyar eleményességet úgy megünnepelnünk, hogy ne az legyen, hogy a Karikónak el kell mennie Szegedről, a Krausnak Németországba kell menni, és sorolhat. És a Memo programjában adott esetben ez a fajta pénzelosztás, ugye általában az embereknek az Unióról inkább, szerintem, a pénzcsopok jutnak eszébe, nem is biztos, hogy mint egy kulturális egységre tudnak sokan gondolni, de hogy például ebben programszerűen megjelenik bármilyen elem a memo Hát a gyakorlatilag a, a, legfontosabb mondani valója az az, hogy hogyan lesz jobb hely Magyarország. És bárhogy is nézzük, hogy az oktatást, az egészségügyet és a gazdaságot hogyan lehet rendbe rakni, csak úgy, hogyha egyébként több pénze lesz egy országnak. Hogyan lesz több pénze egy országnak? Baromságokra nem költünk, illetve elkezdünk bevételt termelni. Ma Magyarországon a legnagyobb bevétel az áfa. De az, hogy mondjuk a kutatásfejlesztésből, innovációkból, vagy akár olyan digitális ipari parkokból mi külföldre exportálnánk, és jönne be a rengeteg pénz, erre nincs is semmilyen koncepció, de erre nincs is meg a szaktudás. Uh -huh. A Memo ebben különbözik, mert ezt mi csináljuk is. De a Logmin, ami magyar, a Prezi, ami magyar, a Dokler, ami magyar, és még sorolhatnám, ezek technológiai gigacégek, akik többnyire csak kisebb irodákkal tudnak Magyarországon működni úgy, hogy a legalacsonyabb Magyarországon, az EU-ban EU a társasági adó, 9 Tehát a miért, az, az amire szerintem látjuk, hogy, hogy megvan a válasz, tehát nem lehet inkonzisztens gazdaságpolitikával idehozni a nagy cégeket. Nézd meg Írországot, Dublin, 12,5 százalékos az adó, Mégis a Microsofttól, a Google-ig hány cég választja Dublin. Igen, magam is voltam, ott fantasztikus növekedést produkált az ország. Az De ország, Dublin nem jobb hely. Néven. Meg Írország nem jobb hely, mint Magyarország. A felfogás talán már. De a felfogás más. A, 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 az állam és a cégek kapcsolata más. Tehát ha mi fölírtuk a relációs rendszereket, állam-állam, állam-cég, állam, állam-magánszemély, magánszemély-cég, ez nem bonyolult. Igen, csak hogy a szavaidból számomra az derül ki, hogy ti azért a jövővel is foglalkoznátok. Mert ugye talán Surányi mondta azt nemrég, hogy öt marsal segényi, vagy talán több pénz érkezett az országba, és én mondjuk személy szerint a jövő építését nem nagyon vélem felfedezni, hogyha jár, járok mondjuk nyitott szemmel bárhol, akár vidéken. Tehát járok megjelentek, de effektív olyan innovációk, például a jövőnket is érintik elég durván, azokat én nem nagyon vélem felfedezni. Biztos van ilyen, csak lehet, hogy akkor a fókusz el. De mi a baj azzal, hogy összeszerelő üzem lesz Magyarország. Hát az, hogy mi adjuk hozzá legkevesebb. a legkevesebb. Minimális a hozzáadott a érték, Igen. és a BMW, az Audi és a Mercedes, az ráadásul egy ilyen gyűrűző hatással, nagyon nagy kihatással van a magyar gazdaságra. De ha Németország és ezek a cégek úgy döntenek, hogy én most már olcsóbban tudok összeszerelni még keletebbre, lehet, hogy még 5-10 évig itt maradok, de átke, átállok, ahogy jöttek ide is, továbbáll, vagy bármi miatt úgy döntenek, akkor a magyar gazdaság megzuhan. Tehát ezt a fajta úgynevezett gazdasági mixet, ezt kell jól átgondolni. Arról nem beszélve, hogy mondjuk az akugyáraknál ugye azokat a környezet tanulmányokat kell megcsinálni, hogy ha az a felelős, aki gyártotta az akut, akkor mi lesz 20-25 év múlva, amikor ezek az akuk viszont elhasználódtak, és hogyan lesz ez egyébként feldolgozva. Tehát én azt gondolom, hogy Néha, néha van egy ilyen kis belekapkodás, belekapás abban, hogy na, de jó lesz nekünk, hogyha idejön a, a, a kínai akugyár. Meg kell vizsgálni, lehet, hogy jó lesz, de ne mindenféle hatástanulmány nélkül döntsünk erről. Plusz, ha a gazdasági mixet nézem, amit te is mondasz, hogy mi a hozzáadott értéke Magyarországnak. Az, hogy Fülöpszegi-szigetekiek majd Debrecenben az akugyárba dolgoznak, lesz valami adóbevételünk, meg minden, de mennyi a hozzáadott értéke? Hát amit a magyar kormány hozzáad, például ugye a, a, ezeknek a gyáraknak a, az infrastruktúráját fizeti, vagy különböző olyan adókedvezményeket ad, ami tulajdonképpen hiányzik a költségvetésből, vagy a kis és középvállalkozásoktól. Igen, de az, hogy egy egyedi kormány döntéssel egyébként vonzóvá akarjuk tenni Magyarországot, ez, ez teljesen rendben van. Ezt ha kiszámolod, hogy mennyi lesz a járulék, adó, egyéb bevétel, ezt alá lehet támasztani, hogy miért adok neked x milliárdot, hogy te ide hozzál egy 10 x milliárdos beruházást, és annak a gyűrűző hatása magyar vállalkozók és a többi. Tehát nem ezzel van a baj. Inkább azzal van a baj, hogy a hozzáadott érték akkor lenne, hogyha innen Magyarországról egyébként nem egy, csak egy termék, hanem olyan szolgáltatás lenne exportálva, ami miatt ide ömlik be a pénz külföldről. És ugye ez az úgynevezett current account deficit, ami, ami a kereskedelmi egyenlegünk, ami egyébként meg is határozza nagyon sok esetben az, hogy mennyire lenk ki mondjuk az euró meg a forint, és a többi. Tehát, hogy ez az, amit mi nem látunk, hogy végig lenne gondolva, és a jövőt tekintve pedig hát egyértelmű, hogy ha megnézed az, a, a Magyarországon a sikeres vállalkozások számát, ez az egyik legalacsonyabb az EU-ban. Ha megnézed az ezer főre jutó vállalkozások számát, hogy új céget kiknyitnak, az egyik legalacsonyabb. De hát miért kezdene vállalkozni ma egy magyar fiatal? Hát hol kapja meg azt az oktatást, hol kapja meg azt a, az adminisztratív könnyedséget? Hát te új vállalkozóként nem lesz neked egyszerűbb, ugyanolyan könyvelési, adózási, járulékosdi, szociális hozzájárulási és a többi problémával állunk szemben? Tehát én ezt nem értem, hogyha megnézed, hogy egy országnak a gazdaságát, meg az oktatását hibridbe hogyan tudnád összehozni, akkor rájönnél, hogy kormányon túl, tehát nem a saját hatalmod miatt, hanem a, kor, a jövőbeli kormányoknak hogyan tudsz tervezni? Hát pont erre akartam ugye reflektálni és hogy a hogy a jövőt nem látom, a jövőbeli befektetéseket. Hát ugye itt mindig megkérdezem én, hogy, hogy feltételezzük-e, hogy mondjuk a kormány és Orbán Viktor nem akar Magyarországnak jó jövőt? Tehát mit gondolsz, hogy nem akarnak jó jövőt Magyarországnak? Hát én úgy gondolom, hogy egy olyan jövőt képzel el az országnak, ami inkább egy ilyen dinasztiális struktúrára épül, és hogy a szingapúri példa ugye általában az Orbáni vízió előtt lebegő egy ilyen, egy ilyen terv lehetett, de hogy Szingapúrban például az ilyen fajta urambátyán viszonyok vagy kontraszelekció nem jellemző a gazdaságra, ezt ugye nagyon sokan elmondták, még elemzők, még az első Orbán, Orbán kormány előtt után is. Oké, okay, de akkor azt feltételezzük, hogy ebbe az uram-bátyám dinasztia-szerű jövőképbe uh, azt látja Orbán Viktor, meg a magyar kormány, hogy ez lesz jó Magyarországnak. Ugye ezzel az a gond, hogy az ilyen rendszerekben um, kihal a verseny. És az a verseny, ami egyébként piaci környezetben jobb teljesítményre ösztönzi a piaci játékosokat, ez elhaló félben van Magyarországon. Látjuk a közbeszerzésen, ugye a Mészáros Lőrinc cége indul, az első ötöt kizárják, mert túl alacsony árat adott, a másik ötöt azért, mert túl drágát. Tehát, hogy akkor nincs értelme, akkor legyen az, hogy ő nyer, és a dinasztiális rendszerben ez így van, de hát miért teljesítene jól a nyertes cég, hogyha egyébként nem kell valójában versenyeznie? És ez öli meg Magyarországot, és ez az, amiben már, már edukatív szinten így nőnek fel a gyerekeink, hogy figyelj, rendben van az, hogy ez így van. És a, a, amit Vörös Sándor is mondott, talán a teljesség felében, hogy a valódi demokrácia az ott kezd megszűnni, amikor már a látszatra sem ad. Igen. És azt gondolom, hogy Magyarországon ez a pont, ez lehet, hogy hamarosan, vagy már lehet, már el is jött ez a pont, amikor már nem érdekli, az adott kormányt, hogy egyébként ez hogy van, meg mint. Hát van. Hogy ezt láthatjuk, különböző botrányok kavarják fel most a politika, hát amúgy se álló vizét itt Magyarországon, de hogyha még egy kicsit visszatek, visszakanyarodunk az EU-ba, hány képviselőt látsz reálistak a memótól, aki kikerülhet az Unióba? Én azt gondolom, ha nekünk már egy kikerül, az egy hatalmas siker lenne, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egy, amit minimum meg akarunk célozni, mert különben miért csinálnánk, ha esetleg a magyarok is látják el azokat az interjúkat, akár velünk, akár Gattyán Györgyel, akár bármelyikünkkel, hogy tényleg európai megoldás az a Magyarországon a politikai palettán nagyon kevés van. Mi olyanok vagyunk. Ránk érdemes szavazni, mert mi Európában tudnánk olyan kapcsolatokat építeni. Nekünk most is megvannak a nemzetközi kapcsolataink. Megkockáztatom, hogy a, a magyar kormány után az egyik legerősebb nemzetközi kapcsolati tőkénk akár nekünk lehet. Én nem, én nem gondolnám, és nem megbántva a többieket, hogy, hogy a többieknek, akár több év európai parlamenti képviselet után is sikerült olyan dolgokat képíteni, és nem azért, mert, mert nem alkalmasak lennének rá, hanem, hanem, hanem azért, mert itt azért kompetenciabeli kérdések is előjönnek. Tehát itt nyelveket kell beszélni, itt kell az a szakértői háttér, kell, kell az a kapcsolati tőke, ami gazdasági alapon működik. A legtöbb magyar politikus valójában nem is dolgozott soha. És ha már Gattyán György nevét említetted, az ő neve nem került fel, vagy nem merült fel, mint lehetőség, mint epilista, ugye, mint pártalapító? merült, de én azt gondolom, és, és szerintem ezzel Gattyán György is egyetértene, hogy Európában nekünk nem Gattyán Györgyöt kell küldeni. És itt a különbség hogy erre a megoldás mozgalom rájön, és nem akarja, hogy olyan embereket küldjünk be, mert hogy esetleg az ön nevére jobban szavaznak. Ugye látjuk, hogy a karácsony is fölkerül a mert tudják, hogy ezzel lehet politikai haszonszerzésbe akár embereket küldeni. Ez így most rendben van, mert, mert mindegyik politikai párt abból él, hogy politikai párt. De már most nem ebből él, tehát mi ebbe hozzunk. Az egyedüli párt vagyunk, aki nem közpénzt visz, hanem hoz pénzt. A 2022-es választásokon ugye nagyjából tudjuk a százalékszerűen, hogy hány százalékot ért el a memó. Most méritek a pártot? Nem. nem. is érdekelnek, hogy ilyen fajta eredmények, hogy, hogy hogy, álltok százalékszerűen, vagy milyen támogatottságotok van? Nem az, hogy nem érdekel, hanem ugye senkinek sem érdeke, hogy mérje, vagy, vagy láttassa a memót. Tehát az a mérőszám, hogy hányan szavaznak majd rá Hány ember megy el, és tényleg azt mondja, hogy ugye, európába őket szeretném látni. Ugye most furcsán hangzik, de miért? Tehát a Fidesz, aki most kvázi EU ellenes, de mégis ő akar a legtöbb emberrel bemenni az EU-ba. Vagy akár a mi hazánkot is mondhatnánk. Egyébként a... EU-ellenességben ugye itt folyamatosan Igen. a, a réme mi... is fenyegeti az országot, nagyon sokan beszélnek erről a problémáról. És, és, és azt gondolom, hogy az, hogy Magyarország egy európai ország és az Európai Unió tagja, ez a legtöbb magyar embernek eh, fontos. És erről egyébként még felmérések is készültek. Mi európaiak valljuk magunkat, és azt szeretnénk, hogy Európában európai magyarok képviseljenek minket. Biztos, hogy, hogy a, a, azokban a kényes ügyekben, és most nem csak arra gondolok, hogy megkapjuk-e nekünk azt a pénzt, ami egyébként jár, hanem, hanem hogy hogyan tudjuk érdekérvényesíteni azt, hogy a magyaroknak, és most arra gondolok, hogy minden magyarnak, hogyan lesz ez egyébként mérhető gazdaságilag is, és kreativitásban is, és kutatási, és egyéb projektekben is mérhető siker. Hát nem kap magyar kutatásfejlesztési projekt EU-s támogatást. Úgyhogy a bm től kezdve a világ vezető tudósait adtuk. Hát hogy lehet ez? És akkor az Erasmusról akár. Az Erasmusról. Is tehát hogyan lehet az, hogy, hogy, hogy a magyar Érdek ennyit sérült, és ennek a politikusok nem érzik a levét, de a, ennek viszont az a hatása, hogy a, az interoperabilitás szűnik meg a többi országgal. Azok a kutatók, akik nemzetközi hálózatokban vannak, nemzetközi publikációkban vannak, azok tudnak jóval több forrást lehívni. Hát ők azok, akik a rák ellenszerét, akik a, a vakságnak a megoldását, meg olyanokat kutatnak, ami világszinten is egyébként értelmezhető. Nekünk, magyaroknak csak azért, mert ma valaki magyar, sokkal kisebb a lehetősége, úgy, hogy ő aztán semmit nem tehet arról, hogy éppen a Fidesz, a DK, a Gyurcsány, az Orbán van kormányon. Tehát ezt a fajta renomét próbálnátok javítani? Igen, és tudnánk is javítani. És hogyha arról beszélünk, hogy a június 9-e uniós választások, hát itt lesznek vele pontosan egy napon az önkormányzati választások. Arra hogy készül a memo? Készülünk, van egy, egy mintatelepülés programunk, ez a milliárdos megoldás. Ugye ennek az a célja, hogy mi magunk létrehozunk egy ilyen milliárdos alapot, és azok, akik a memo színében nyernek, azok pályázhatnak, és létre akarjuk hozni azokat a mintatelepüléseket, ami egyébként Magyarországon szinte nem, nem tud létrejönni, és az állami költségvetést akár meg tudjuk duplázni, vagy triplázni ebből az alapból, főleg itt most kisebb falvakra, olyan vidéki településekre gondolok, ahol ahol egyszerűen minden forint számít. És ott, ha van egy olyan környezetbarát, megújuló energiaprogram, ami akár napelemmel, de ellátja az egész falut, és gyakorlatilag nem kell onnantól kezdve majd a falunak és a falu lakóinak akár fizetnie, az már érezhető lesz neki. Ezért azt gondolom, hogy mi tényleg úttörőek vagyunk. Hát mondj még egy olyan pártot, ami, ami a saját alapítói vagyonából behoz pénzt ilyen programokra. És ezt a programot a memósok érhetik el? Vagy ez egy nyílt program? Nem, ez csak a memósok. Uh -huh. Az, hogy most valaki független és esetleg memósként indul, igen, induljon memósként. Pont azért nyilván meghallgatjuk. És nyilván a pályázatot össze kell raknia, hogy mi az, amire kell, de segítünk benne. De a cél az az, hogy, és tényleg, amit mondta, hogy vidéki, a vidéki Magyarországon járva hatalmas a kontraszt. Tehát nagyon-nagyon nagy a szakadék a, a Budapest és a vidék között, főleg a keleti országtájban, és, és ha már más nem, akkor legalább egy ilyennel próbáljuk ösztönözni az embereket, hogy figyelj, nem átlátható a legtöbb esetben egy településnek a, a, az önkormányzati költése, ezt meg akarjuk változtatni. És hány településen tudtok saját polgármesterjelöltet indítani? Meglátjuk, hogy erre a programra hányan jelentkeznek. De most, ha vagy egy településen, ahol miért mi, mi egy polgármesternek? Nyilván jobbá akarja, jobb helyi akarja tenni a települést, vagy mert abból tud megélni. Tudod? Hát bízunk de, az előzőbe. Oké, okay, de is is, és akkor ehhez tudunk hozzárakni még plusz pénzt. És én azt gondolom, hogy, hogy a nap végén az a feladat, hogy akkor ha a magyar kormány vagy, hogyan tudsz plusz pénzt adni az önkormányzatunknak? Nyilván nem az a feladatunk, hogy mi a saját, meg Gatyán György milliárdjait osztjuk szét. Példamutató, hogy Gatyán György egyébként a saját vagyonából, a, az árváktól kezdve, az alapítványokon keresztül mennyi pénzt visszahoz a rendszerbe. És én most akkor fel is hívnám a többi ö, magyar vállalkozónak a figyelmét erre, hogy nem csak nekünk lehet milliárdos megoldásunk. Bárki csatlakozhat, nem a memo indíts el a sajátját mert ugye a Memónak van egy vállalkozó ugye, akadémiája. Van vállalkozó, van vállalkozó akadémik. Úgy kapcsolódik, hogy, hogy mivel forrás szűkébe vannak Magyarországon a startupok is, illetve azok az állami kezdeményezések, azok, azok nem feltétlenül adnának ilyen seed money-t, ezért létrehoztuk ezt, az, ezt a másik egymilliárdos alapot, ahol pedig olyan Vállalkozó fiatalokat keresünk, vagy nem is bárkit, akinek szüksége van arra, hogy akár 50 millióig, vagy akár 100 millió forintig beszálljunk, hogy anyagilag megindítsuk azt, ha neki van egy jó ötlete. Meg kell győznie minket, hogy ez egy jó ötlet, mitől lesz jobb hely Magyarország, milyen vállalkozást tudsz létrehozni, amivel jobbá teszed Magyarországot. Erre, ha megfelelő választ tudsz adni, végigmész az akadémia lépcsőfokain, és utána meg el kell picselned az anyagot. De ugye sokszor mondják nekünk, hogy hát a memo alig csinál bármit. Hát itt egy milliárd, ott egy milliárd, politikai akadémia, vállalkozó akadémia. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem látványos, lehet, hogy nem írnak elő az újságok, de talán ez egy kicsit több, mint amit a legtöbben így visszaadtak a közösbe. És az ellenzéki összefogás, az hogy érinti a memót? Tehát, hogy beleszálltak -e ebbe a belpolitikai adókapokba, mert azt tudom ugye, hogy a memó támogatta például az influencerek tüntetését a hősök terén, tehát, hogy arról ki is egy Facebook közleményt is olvastam, de hogy, de hogy visszalépések szintjén, vagy ennek az egész politikai, nem tudom, katyvasztak, amit az ellenzék produkál ebből, hogy próbáltok kimaradni egyéni jelöltekkel, vagy esetleg visszalépések előfordulhatnak? Mi hát, inkább elhajolunk, tehát <kül> ez nem, Ugye nem, meg mindig kérdezik, hogy miért van a Fidesz kormány. Hát amíg, amíg ez az alternatíva. Ugye az, az nincs, nincs alternatíva. Mi azt próbáljuk felépíteni, és nem egyik persze a másikra, hogy a memo az alternatíva, a memo a mérleg nyelve. Hát ez, ez, ezek a rendszerek, ezek elavult politikai erők nem, nem gondolnám, nem bántom őket, én nem, én nem gondolnám, hogy nekünk ezzel foglalkozni kéne. De van olyan ellenzéki erő egyébként, akivel szívesen együtt tudnátok tud dolgozni, vagy szívesen együtt dolgoznál? Még nem tudjuk, az egyetlen, aki, aki velünk leült és jelezte, hogy beszélgetne, a vona Gábor volt, vele beszéltünk is, volt pár pont, ami, amit összeraktunk, ami mindkét csoportosulásnak egyébként így ügye, mert ügyek mentén akar ő is politizálni, de aztán elhalt ez a kezdeményezés, úgyhogy majd meg kell kérdezni, hogy akarnak-e még erről beszélgetni. De, de alapvetően ügyek mentén mi bárkire nyitottak lennénk. Viszont, ha van kompetens jelöltünk, akkor őt szívesen indítjuk. Ha nincs, akkor meg nem indítunk jelöltet. De én nem látom a memo jövőjét um, egy ilyen, egy ilyen összefogásban. Uh -huh. Ez nem És látjuk, hogy ez nem is volt igazi összefogás. Persze volt próbálkozás mindenhonnan, meg kerestek minket innen-onnan, de, ezek komolytalanok, nem, nem, nem gondolnám, hogy ezzel foglalkoznunk kellene. És a főváros kérdése, mint főpolgármester jelölt, támogatok valakit, vagy indítom a esetleg saját főpolgármester jelöltet? Még nincs meg az a kompetens jelölt. Ha lesz kompetens jelöltünk, akkor, akkor átgondoljuk. Ugye itt is egy picit az az ember érzése, hogy, hogy szóval Rendben van-e ez az egész itt, ami Budapesten van? Van bennem hiányérzet. Van bennem hiányérzet. Milyen jellegű? Az, hogy Budapesten mik a prioritások, és milyen mozgástere lehet egy főpolgármesternek. Tehát politikai hiányérzetem is van, hogy eleve azért meg van kötve nagyon ez a rendszer. Tehát nem lehetne ezt cégszerűen hatékonyan csinálni a jelenlegi politikai felállásban. pedig kiegyezés nagy valószínűséggel nem lesz politikai oldalak között, tehát ameddig a kormány például folyamatosan sarcoltatja a fővárost, és ezzel sokban tartja karácsonyt? Igen, igen, és, és ez a másik, tehát ezt is azt gondolom, hogy a, a, a politikai helyzet, hogy emiatt is nagyon nehéz Budapestet működtetni. A másik pedig, hogy hogy itt nagyon sok kompetenciabeli kérdés is van, ami, ami azt gondolom, hogy felmerült az elmúlt időszakban. Nem akarom kritizálni az embereket, nem is mondok nemeket pont ezért, mert szerintem... Mert akkor azt kérdezem, hogy mondjuk vitézi vagy karácsony, akkor nem mondanál konkrét véleményt. Nem mondanék véleményt, nem mondanék véleményt, pont azért, mert nem akarom egyiket se bántani se, meg, meg dicsőíteni se. Én, én azt gondolom, hogy, hogy most fön, fönnáll egy olyan helyzet, hogy, hogy nincs egy olyan tökéletes megoldás, és amíg nekünk nincs jobb megoldásunk, addig meg minek beszéljük, addig inkább hallgatunk. Ha lenne jobb megoldásom, jobb jelöltem, és látnám, hogy politikailag egyébként nem egy ilyen megsarcoltatott és kiszolgáltatott helyzetbe kerülne egy főpolgármester, akkor, akkor mi is bele tudnánk ebbe jobban állni. Jelenleg ez nem adott, ez nem egy értelmezhető dolog. Úgy, hogy Budapest egyébként a vagy a GDP, nem tudom, hány százalék hát a magas számot ad persze. nyilván. És hogy a mostanában történő belpolitikai eseményekről, hogyha más nem akkor csak mondjuk Magyar Péter ügyéről, vagy a kegyelmi botrányról, mi a véleményed? Hát valami. nem sorba. vagy a kegyelmi botrány. A kegyelmi botrányra, ugye mi beadtunk a Nemzeti Választási Irodához egy, egy, kérdést, és ha jól tudom, akkor ezt tárgyalni is fogják arról, hogy egyetérte az a a magyar ember, hogy a kegyelmi döntések nyilvánosak legyenek. Tehát minden kegyelmi döntés. Tehát ne lehessen az, hogy ma Magyarországon úgy kap valaki kegyelmet, hogy az hatalmas nyilvánosság előtt nincsen megindokolva. És nem csak a mostani pedofil ügyre gondolok, bárkire. Tehát nekem mindegy, hogy egyébként nem tudom, bírósági iratokat lopott valaki, vagy éppenséggel ö, olyan dolgot tett, ami ami nincs Itt rendben. a közvetlen köztársasági elnök választás jelent meg a legtöbb párt, vagy ellenzéki párt, hát nem tudom mondani valójai között, de hát ugye itt a hatáskörrel van leginkább a kérdés. Tehát a tök mindegyik kiválasztja meg, hogyha nincs tulajdonképpen. Persze, é... tehát a kettőt független. Hatásra. Az hogy, az, hogy ma Magyarországnak a nemzeti egységét meg tudja -e teremteni a kormány, meg a Fidesz által kijelölt ember, ha olyat választana, akkor lehet megtudná. Tehát szerintem az egy másodlagos kérdés, hogy a közösségi elnököt most közvetlen választja a nép, vagy sem. Az elsődleges, a kegyelmi ügy kérdésében nálunk az volt, hogy miért hozzá, vagy miért nem hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügyeknek az indoklását? Most ez egy álnaív kérdésnek tűnik. Hát ezt nekem nem állna így. Hát ha valaki már. Hát a politikai érintettség ér. miatt szerintem, és bocsáss meg, hogy a vágtam, de feltételezem azért, mert hogy lehet, hogy a szálok túl magasra érnek nem? Egyébként miért nem lehetne transzparensé tenni a dolgot? Hát lehet, de én az nem feltételezem, mert itt több száz kegyelmi kérvény van. Én nem gondolnám, hogy, hogy itt olyan ügyek vannak, amiben minden esetben politikai érintettség lenne. most konkrétan. A gondolok. Ja, hogy konkrétan ebben az ügyben? Igen. Hát biztos, igen, nem, azért látjuk, hogy itt konkrétan kik voltak érintettek. Tehát, hogy de hát ez engem nem érdekel. Hát azért akarom tudni, hogy milyen ügyben és miért adnak kegyelmet. Tehát értem, hogy politikai érintettség van, de ugyanakkor meg engem, mint a közvélemény, meg közember, mindegy, hogy a knd ről van szó, vagy a BP-ről, vagy tök mindegy kiről, akarom tudni, hogy ha kegyelmet kap, miért kapta meg. És súlyogtamás Tamás személye szerinted egy jó választás? Megtestesíti a nemzeti egységet Súlyog Tamás? Hát szerintem nehéz erre igennel válaszolni. Nehéz. Szóval nem mondom, hogy, hogy rossz választás, de azt se tudom jelenteni, hogy, hogy megfelel ennek a kritériumnak. Ugye egy a múltja miatt több történész is Hát a múltja miatt ugye vannak, tehát a múltja miatt is vannak egyébként, de hát most az, az apja mit, hogy csinált, én nem akarok ebbe belemenni. Nehéz, nehéz erre azt mondanom, hogy, hogy átgondolt volt. De ugyanakkor meg valószínűleg nem ez volt az elsődleges szempont, hanem azért továbbra is ki kell szolgálni azt, hogy, hogy működjön a gépezet, ennek meg viszont megfelel, tehát nem fog szerintem a, amikor aláírásra kerül szó szóval bizonyos törvényeknél keresztbe tenni a kormánynak, ez lehet, hogy egy elsődleges szempont volt a kiválasztásánál. De én azt gondolom, hogy azért mondják jog a pártok, hogy közvetlen választást kell kiírni, mert ebben az esetben legalább az az illúzió meg lenne hogy, hogy a nép akaratával egy nemzeti egységet megtestesítő jelölt lenne. A ügyeset húzott egyébként a Fidesz szerintem súlyok megválasztásával, hiszen Trócsányit a helyére tudják ültetni, mint effektíve pártkatona. Igen, tehát ez, ez én azt gondolom, hogy ebből a hatalmas válság helyzetből egyébként nagyon tehetségesen fog kijönni a Fidesz. Tehát, hogy mint egy ilyen, nem tudom, daganatos sejt azonnal le lett vágva. És ez mindegy, hogy emberileg most hogy van, meg mint van. Szerintem a miniszterelnök van annyira nagy játékos, meg, meg van annyi tehetsége, hogy ő ezt nagyon hamar átlátta és felmérte, hogy ebből így lehet a leggyorsabban kijönni. Látszik, hogy azért komoly káderhiány van a, a rendszerben, mert a nap végén az EP-re is, a budapesti főpolgármestere is, meg erre a köztasági elnökire is, ez nem, ezek már nem voltak egyszerűek. És inkább a rendszernek a repedezése itt látszik, hogy, hogy egyre kevesebben mondják azt, hogy kitűzöm a, a, a Fidesznek a, a pártlogóját. Vagy fölveszek egy Vagy, főbe valót. vagy fölveszek akár egy főbevalót, igen, igen. És Magyar Péter, vele például próbáltatok bármilyen szinten tárgyalni? Hogy megkeresni? Nem. Nem, hát szerintem nekünk ez nem, nem dolgunk. Hát Magyar Péter most önálló életet él. Én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen rendszerhiba. Talán itt pont a csintalan úr mondta, hogy jött vagy küldték, ez ki fog derülni. Az ő, ő megnyilvánulásainak hatalmas, nem tudom, figyelmet kapott, vagy hatalmas megnyilvánulásai vannak, milliós nézettséggel. Tehát, hogy ö, érdekes, különleges élethelyzet, hogy valaki átáll az egyik odra a másikra. Nem tudom, mennyire lesz ez hiteles még, nem tudom megítélni. Érdekes még. lesz egyébként, egy újabb párt megjelent, mert ugye ez folyamatos kritika a politológusok szájából nagyon sokszor elhangzik hogy ennyi pártal, hát nem tudom, hogy, vagy nem tudják, hogy van egyáltalán szükség ilyen szempontból, hogy, hogy még egy megjelenik. Nincs semmi szükségre. Csak a széttagozottság. a széttagozottság. tehát hát, gondold végig, hogy milyen pártok vannak a ma Magyarországon. ugye a, a, politikai tornyok pártjai, tehát a Jakabnak van pártja, a Vonának van pártja, a Mesterházinak van pártja, a Márkizainak van pártja, a Gyurcsáinak van pártja, és a Torockainak van pártja. Ezek azok, akikből, ha megnézed mind a hatot, ha megnézed, ők már mind itt vannak nagyon régóta. És egyébként a hetedik a kutyapárt, ők is egy torony, csak ők maximum ketten vannak. Az és állítólag az, az elnök szépen a... erősödtek. Igen, 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 én azt gondolom, hogy ők inkább csendben dolgoznak, és őnek el kell dönteni, hogy ők egy viccpárt vagy egy politikai párt, mert már kevésbé viccesek, hanem inkább politikai párt. De ott is torony van ugyanúgy. Tehát tudsz-e a kutyapártból politikus mondani az elnökön? De meg hát talán az a... elnököt, igen. Hát igen, meg Max a Suzy tudod, aki még, még a párja. Igen, 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 igen. Tehát, hogy egy kicsit az is ilyen családi vállalkozás, de ez, ezzel nem is lenne úgy probléma. Azzal nagyobb probléma van, hogy egyébként mondjuk, ha tényleg kormányra kerülne a kutyapárt, vagy a kormány, tényleg kormányra kerülne holnaptól megint Gyurcsány Ferenc. Hát ezek, ezek olyan illúziók, amiket kár kergetni. Ezek nem valós alternatívák, és a legnagyobb probléma, amit a hetet felsorolva, hogy ők már nagyon régóta itt vannak. Ja, bocs, és a Momentumot kiadtam még a Donát annál. Tehát ők már, na, ők már nagyon régóta 10 éve, 10 éve itt vannak, sőt, van, aki már 30 éve itt van. Mire számítunk? Hát sok innovációra nem. Semmire. ez nem. És nem bántom, tényleg próbálom nem bántani őket, lehet, hogy bántónak hangzik, amit mondok de még a politizálásban sincs semmi olyan kreativitás, ami, ami egyébként úgy megmozgatná az embert, hogy figyelj, akkor menjünk el. Hozzáteszem, hogy most a kegyelmi ügynél azért tehetségesnek tartottam, hogy így fölléptek. Itt most volt valami mozzanat, amire azt lehetett mondani, hogy az ellenzéki pártok is, is. voltak, hogy az ellenzéki özgyűlésen talán 1500-an voltak? Persze, de azt akarom mondani, hogy de a legnagyobb tehetséggel ezek az influencerek bírtak. Látjuk, hogy hogy ez a civil független irány az. És ugye mi gyakran mondjuk, hogy a memo valójában ez a, ez a civil független irány, csak ma Magyarországon civil és független nulla eséllyel tud politizálni. Tehát azért kell a jogi politikai párt, hogy, hogy ez a civil független gondolkodó, ez a mérleg gondolkodás, ez egyébként oda tudjon kerülni. Amikor készültem a beszélgetésre, és csak így random beütöttem a memót a Google-be, akkor nagyon sokszor visszatérő elemként jelent meg az a válasz, hogy kamupárt. Mit tudtok ezzel a, ezzel a dologgal kezdeni, hogy ez végre így lekerüljön a párt, párt a való össze, nem tudom, mosás kapcsán? Én azt gondolom, hogy az egymilliárdos vállalkozói akadémiánk, az egymilliárdos mintatelepülés programunk, a Magyar Politikai Akadémia, és még rengeteg olyan dolog, amivel foglalkozunk, ami politikailag is értelmezhető, a veleme, ha bárki engem meghallgat, bármelyik beszélgetést, ha valaki úgy gondolja, hogy a Memo Kamupárt, akkor gondolja. És miért, ha... lennénk, miért lennék még itt? Miért csinálnánk ezeket a dolgokat? Hát szerintem ez egy nagyon jó kérdés, de ugye azt mondtad, hogy dolgoztok csendben, de teszitek a dolgotokat, de lehet, hogy pont ez a, pont ez a fajta transzparencia hiányozhat néha, hogyha valaki politikai pályára lép, nem? Hogy mindenhol ott legyen a neve, hogy mindenhol lássák az arcát. De amikor van egy propaganda média, meg van egy ellenzéki média, senkek sem érdekel a memó. Hát miért lenne érdeke ma Magyarországon bármelyik megélhetési politikusnak, hogy jön egy olyan csapat, aki nem ebből él, nem is ebből akar megélni, és van benne egy ilyen egészséges hazaszeretet. Mert én miért politizálok? Nekem de nekem is kiáltatok elég transzparensen. Terveztek egyébként ilyen flash mobokat? Amik az, lesz, viszonylag egyébként általában az hogy meg tudják mozgatni a, az embereknek a gondolkodását. De tervezünk, 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 és, és um, lehet, hogy még több energiát kell erre majd rászállni. Nem egy-két perc alatt lehet meggazdagodni, és nem egy-két perc alatt lehet politikai erőt építeni. Mi is útkeresésben vagyunk sokszor, hogy ugye azt nem akarjuk, hogy, hogy, olyanokkal politizáljunk, akik nem alkalmasak rá. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, hogy látjuk, hogy akik egyébként politizálnak és jelentkeznek, azok, azokkal ugyanoda jutnánk, mint ahova most jutott az elmúlt 34 évben Magyarország. És az igaz, hogy ez is egy ilyen visszatérő toposz, hogy nagyon sok civil például nem mer politizálni. Persze. Hát egy mai, mai vállalkozó azt mondja, hogy figyelj, nem, mert akkor engem kinyírnak. Tehát nagyon sokszor van, ami az mindig rémisztő, az erre szoktuk azt mondani, hogy ez a mi felelősségünk. Tehát szerintem azért, hát megint csak miért politizál Gattyán György, miért politizál Huszár Viktor, nekünk ez miért lenne jó? De ugye a, mi a felelőssége? Egy olyan embernek, aki összerakott nem közbeszerzésből, nem innen-onnan, nem a nerből, egy technológiai platformból összerakott egy olyan vállalkozást, amivel világszinten szolgáltat, és van akkor a vagyona, hogy egyébként mellette az egyik legnagyobb magyar adakozó, és mellette egyébként van felelősségérzete, hogy mondjuk a most született gyerekeinek, ne egy olyan választ kelljen adni arra a kérdésre, hogy apa, te egyébként ott voltál, láttad, mi történik Magyarországon, volt lehetőséged egyébként bármit tenni, hogy ez ne így legyen? Mert erre szerintem az a helyes válasz, hogy figyelj, volt. És most már azt tudom mondani én is a most született, vagy nemrég született a gyerekeimnek, hogy, hogy igen, volt, és próbáltunk is. Próbálunk is. És ez nekem egy jó érzés. Így lehet politizálni, így lehet egészséges hazaszeretettel belállni, hogy miért lesz Magyarország jobb hely. És mi a techbólal is próbálunk egy olimpiai sportágat csinálni. Tehát mi próbáljuk Magyarországot erre a térképre felrakni. Kis ország vagyunk, de mégis van, van azért jó pár zseniális tehetségünk. Szerintem ez a jó válasz rá. Ez kamu. Nem az a kamó, aki azért csinálja, hogy kapja a havi 2-3 millió forintot, mert a piacon senki nem adna neki ennyi pénzt. Az kamu. Hát meg ilyen alapvetően azt gondolom, de ez egy személyes hozzáfűzés ehhez a gondolatsorhoz, hogy a tehetségnek alapvetően még félnie se kell, mert valahogy úgy is meg tudja mutatni magát. Ez a másik. És mi nem félünk, mert azt gondolom, hogy, hogy amíg van ez a helyzet, addig az az utolsó válasz lehet, hogy azért mert félünk, ezért nem politizálunk. De megértjük, hogy miért félnek az emberek. Mert nekik az egzisztenciájuk függettől, nekünk meg nem függettől. Hát a És szabadságot adod. Igen. És ugye ez a szabadság, ami más szabadságát nem sérti, ez egy alaptézise a megoldás mozgalomnak. Hát június 9-én nagyon sok minden ki fog derülni, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. A nézőknek pedig köszönöm a türelmet, hogy velünk tartottak ma is, ne felejtjék, hogy megtalálnak minket a TikTokon, a Facebookon és az Instagramon is, és megköszönöm, hogyha bekövetik ezt az oldalt itt a YouTube-on. Viszontlátásra!